Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Véget ért a röplabda bajnokság, az első osztály küzdelmei is befejeződtek, a Szolnoki Röplabda Akadémia pedig a hatodik helyen végzett. Tegnap este vereséggel zártak a fiúk, a Dunafer ellen kaptak ki. Erről, az egész szezonról beszélgetek a csapat vezetőedzőjével, Gulyás Ferenccel. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Még mielőtt a végére térnénk rá és beszélgetnénk a végéről, mindenképpen fontos az elejéről kezdeni, mert hogy ennek a szezonnak úgy vágott neki a csapat, hogy gyakorlatilag hát egy új csapatot kellett építeni, sokan távoztak, és hát nyilván emiatt sokan is érkeztek a Tisza partjára. Így van, ugye a tavalyi nagy eredmény után ugye beszéltünk már erről, hogy költségvetésünk ugye megcsökkent, ezáltal ugye teljesen kicserélődött a játékos állományunk, fiatal játékosok jöttek ugye a idősebb korosztály után, és hát őket kellett összerakni olyan szinten, ugye megvoltak az elképzelések, csináltunk egy közös célt, kitűztünk, ugye a csapat kitűzte maga elé a célt, hogy körülbelül mi az a reális eredmény, amit ez a csapat elérhet. Én úgy gondolom, hogy nem álltunk tőle távol, ugye ami kitűzött cél volt, hogy 5. helyet érjük el. Ugye tudtam, hogy újra kell építeni a csapatot, fiatalabbak jóval, mint az előző társaság, rutintalanabbak jóval, mint az előző társaság. Úgyhogy én ennek megfelelően, és ehhez mérten úgy gondolom, hogy az 5. hely, amit kitűztünk, az lett volna reális ebben a pillanatban, vagy akkor, amikor ugye elkezdtük ezt a bajnokságot. És én úgy gondolom, hogy nem is volt ebben semmi baj, mert az alapszakaszt is nagyon szépen végigjátszottuk, a középszakaszt is végigjátszottuk tisztességgel. Ugye 6 pontos előnnyel mentünk neki a végének. Ugye azt is tudni kell, hogy itt ugye az egész bajnokságot, ugye egy Fülöp Peti nagyon keveset játszott a tavalyi évben, Farkas Robi ugye szintén nagyon keveset játszott a tavalyi évben. Jött egy új fiú, a Guzmics Csicsi, aki ugye Dunaújvárosban egy jó helyen nevelkedett, viszont szintén nem volt meg a lehetőség a játékra, és itt ezeket a fiúkat, egy Szabó Peti, de ezeket a fiókot mi bedobtuk a mély vízbe. Tehát, de én úgy gondolom, hogy nem volt ebben semmi baj, és tisztességes helytállás volt végig. Meggyőződésem, hogy nagyon sokat is tanultak ebben az évben. Nekem igazából a vége az, ami nem igazából tetszett, és csalódott vagyok ebben a kapcsolatban, mert meggyőződésem, hogy azt a sok munkát, amit elvégeztünk, azt be lehetett volna váltani arra a pozícióra, és elérhettük volna azt a pozíciót, amit mi kitűztünk az év elején. És ez miatt vagyok csalódott, mert nem úgy nem értük el, hogy az ellenfelek sokkal jobbak voltak, hanem mi süllyedtünk le, hát mondhatnám azt, hogy békafeneke alá, mert ha mi 6 pontos plusszal nekiállunk, és 6 mérkőzésből nem tudunk nyerni csak egyetlen egy mérkőzést, ott valami baj van, és megmondom őszintén, hogy folyamatosan kerestük I.S. Gabi vagy a segítőmmel a probléma nyitját, de nem tudtuk megfejteni. Vannak elképzelések, de ugye a csapattal beszélgetések alapján is most sem tudom, hogy mi ez az oka, utána fog járni, és mert engem idegesít, hogy ha minden adott ahhoz, hogy elérjük a célunkat, akkor igenis el kell érni. Attól függetlenül, hogy tudom, hogy tanulnak, tudom, hogy egyetemet végeznek, és van mögöttük sok munka, de röplabdában is ott van a sok munka, és minden adott volt ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, és én ezért dolgozom, ezért harcolok velük, mellettük, hogy ezt akkor beváltsuk arra, miért csináljuk. Tehát igazából, és ez egy kicsit bánt ebben a pillanatban, meg mérges is vagyok ez miatt, játékosokra is, meg a csapatra is. Biztos benne vagyok én is ebbe a hibába, mert olyan nincs, hogy a edző nem hibás, de valahogy meg kell találni azért, mert nekem azért fontos a következő lépés, hogy mi az, amit elrontottam. Tavaly is volt ilyen, amiben hibáztam, ugye azt úgy gondolom, hogy megfejtettem, idén sajnos nem volt rá lehetőségem, ugye egy magyar kupa után, hogy egy magyar bajnokságot is megnyerhessünk, de ott ugye úgy gondolom, hogy megtaláltam a problémákat, most megint meg kell keresnem a bajnokság végén, hogy mi volt az oka az, hogy nem értük el a célt.
Bízom benne, hogy megtalálom, és akkor ha jön még egy időszak, vagy jön még egy év, akkor megint én legalábbis tudok reagálni arra a problémára, ami most esetleg majd a probléma lesz, ha ez kiderül. Visszatérve egy korábbi gondolatodra, hogy olyan játékosok kaptak főszerepet, akik korábban kevesebbet, vagy másik csapatukban kevesebbet játszottak. Ennek a meccs rutinnak a hiánya, ez mikor múlt el? Érződött egyáltalán? Nagyon sokat kellett ezzel küzdeni? Esetlegesen ez kihathatott a végjátékokra? Igazából ezen is gondolkodtam sokat, mert a meglepő dolgot számomra ugye jött hozzánk a Kolman Norbi, Guzmicsicsi páros. Ugye Kolman Norbi center, Guzmicsicsi egy feladó. Mind a kettő aránylag keveset játszott ugye tavaly. Viszont úgy gondolkodtam, hogy ha ezek a fiúk együtt nőttek fel, így mondom, együtt dolgoztak, akkor ide fognak jönni, és itt be fogják valósítani azt, amit elképzelésem volt. Ugye ez már csapattaktika, hogy centerbe van egy 2 méter 3-as ütőnk, meg van egy olyan feladónk, akik együtt nőttek fel, azok össze fognak szokni. Most ettől függetlenül óriási káosz volt, és próbáltam hétről hétre, napról napra, hónapról hónapra összerakni a csapatot, hogy menjen, hogy igazából ők teljesen más, ugye Ricsire vonatkozóan teljesen más játékot játszott eddig, mint amit én most idén megköveteltem tőle, vagy próbáltam tőle megkövetelni. Ez láthatóan neki sokkal nehezebben ment. Én sok centerrel szeretek játszani, gyors labda, tehát nem a szélen szúr gyors labdákat szeretem, inkább bögyös labda, viszont centerbe támadjunk sokkal többet, mert ott könnyebb pontokat szerezni, mint a szélén, nagy kettes blokkal összeállva. Tehát nekem ez a taktikám, próbáltam ezt valamilyen szinten összeállítani, edzéseken keresztül összehozni, beszélgetések alapján megkérni, hogy mit szeretnék. Valamikor szépen összejött, valamikor kevésbé, de láttam egy utat, amin tudtunk menni. És most a végére viszont teljesen összedőlt ez az egész. Egy ilyen nagy káoszt láttam, csapaton belül is egyébként, ott is nem láttam azt az összhangot, nem láttam azt a küzdeni akarást, mert kikaphatunk mi, tehát nincs ebben baj, mert belefér, hogy 18-19-20 éves gyerekek kikapnak egy 30 éves rutinos játékos ellen. Ebben soha nem is volt bajom. Azzal van bajom, és azt nem tudom elviselni, amikor nem küzdünk meg a pontokért, amikor nem küzdünk meg a szettekért, a végeredményért, az már viszont bánt. Mert az rajtunk múlik, és ki lehet kapni emelt fővel is, de ki lehet kapni úgy, ahogy kikaptunk a Dunajvárostól, hogy szégyenkeztem. Én legalábbis nem tudom, hogy a fiúk azok hogy álltak hozzá, de én szégyenkeztem, hogy egy olyan csapat ellen kikaptunk, akit meg úgy gondolom, hogy meg kellett volna vernünk. És hát a csapatban, játékban, illetve talán néhány meccsen az is előfordult, hogy a meccs közben is azért volt egy igencsak nagy hullámzás. Legalábbis kívülről mindenképpen így tűnhetett. Ennek mi lehetett az oka? Vagy tényleg így volt egyáltalán? Hát igen, tehát nem akarom bántani a női röplabdát, de ott vannak ezek az edzők, ahogy beszélgettünk, ott vannak ezek óriási hullámzások szetről szetre, szetten belül is. Vesztettünk el úgy szettet, hogy 14-9-re vezettünk, és egyszerűen nem tudtunk beütni egy pontot. Vesztettünk úgy mérkőzést, hogy végig vezettünk, és az utolsó 3 pontot nem tudtuk mit csinálni. Tehát folyamatosan 5-6 ponttal mentünk, és a végén megint összezuhantunk. Én úgy gondolom, hogy ezek fejbeni problémák, tehát koncentráció hiány. Nem tudnak olyan sokáig még koncentrálni, figyelni folyamatosan, mert itt azért, ha megnézzünk egy BL döntőt egy nagy mérkőzéseken, most is volt ugye, lehetett látni egy-két komoly, így mondom, nagy adón, hogy BL döntőket játszottak is a Zenitbe, Zenit játszott egy másik csapat ellen, minden, tehát pontról pontra mentek. Tehát nem volt olyan, hogy egyik csapat csinált 4 pontot, elhúzott, nincs ilyen. Tehát itt már nincs ilyen. Itt van egy pont, utána meg kell csinálni a következőt. Megint egy pont, megint a következő. Nagyon koncentrálni kell. És valószínűleg ezt ők nem bírták feldolgozni fejben, és mindig volt egy időszak, amikor szedtem belül is, amikor 3-4-5 ponttal elmentünk, az csinált az ellenfél 6 pontot. Tehát ezek nem férnek bele már ebbe a gyors röplabdába, ezzel oda kell figyelni, és ehhez viszont edzésen kell koncentrálni, edzésen kell odafigyelni, edzésen kell megcsinálni. Most ezt vagy hagyják, hogy megcsináltassam velük, és ők akarják, vagy nem. Hogyha nem akarják megcsinálni, akkor nem lesz belőle semmi. Én hiába akarom, hiába küzdök, hiába szenvedek. Ha ők nem állnak úgy hozzá, akkor nem tudok mit csinálni. Az elején szépen működött és ment minden, a végére meg összezuhantunk. Én úgy gondolom, hogy megelégettünk egy kicsit avval, hogy hol vezettünk 6 ponttal,
csak nyerünk 3 meccset, és akkor már minden oké. Okay. Be is hoztuk az első mérkőzést ugye Fehérváron 3-0-ra, aztán jött a ellenlábas a Mavsz, aki úgymond a második szedbe így mondom, hogy szetlabdánk volt, és elfújta a bíró, és onnan összezuhant a csapat. És onnantól kezdve egyszerűen nem tudunk felállni, bármit küzdünk, bármit harcolunk, nem megy. Tehát, ez valószínűleg akkor mentális probléma igen, is lehet, gondolom, ami igen, esetlegesen igen. Felróható még a fiatalság számlájára? Hát én nem akarom mindent a fiatalság számlájára ráhúzni, mert fiatalok játszottak a Dunajvárosban, akik tegnap végignyomták a mérkőzést és nyerni akartak. Fiatalok játszanak ugyanúgy a Székesfehérvárban is, és ők is végigküzdötték a mérkőzést ott Székesfehérváron, és igenis fölálltak a padlóról, és megvertek minket. A Masszó nem beszélek egy, mert ott azért idősebb korosztály. De én úgy gondolom, hogy nem akarok rá, nem. Itt a játékosoknak a akarata az, ami fontos, meg akarja, csapatként működünk, meg akarják-e. Tehát nem csak egy-egy ember, mert ez csapatjáték. Hiába akarja 3 játékos, a másik 3 meg kényelmes. Ez nem fér bele. Ráadásul ugye a padom sem olyan hosszú, hogy nyugodtan tudok cserégetni. Hátra nézek, áll 3 ember, egy libero csere, egy center csere, meg egy föladó csere, aki ugye nagyon keveset játszik. Meg még ugye 16 éves, tehát nem igen. Nagyon tudom használni, tehát azért itt kényszerhelyzetben is vagyok. Tehát itt mindenképpen azt kellett volna, úgy gondolom, hogy a csapat összeáll, és ezt meg akarja csinálni, és ezt megcsinálja. Egy hónapról volt szó, erre kellett összeállni, ezt nem tudták megcsinálni, meg kell keresnem az okát, hogy mi az okának, és jövőre erre felkészülni, majd valamilyen szinten. Jövőre kiejtetted ezt a szót, lehet, hogy még nagyon-nagyon korai a kérdés, mert még tegnap zárult le a bajnokság, de hát elkezdődött-e már a munka a jövő évi csapat kialakításával kapcsolatban, lehet-e már bármit tudni, hogy milyen erősséget képviselhet a Szolnoki Röplabda Klub? Nem tudok mondani semmit ebben a pillanatban, nagyon nehéz dolgunk van, egyrészt ugye azért, mert mi anyagilag nem állunk rózsásan, tehát nagyon-nagyon nehezen szedjük össze a támogatókat. Ezután is szeretném megköszönni minden támogatónak, hogy mellettünk volt ebben az évben, és tényleg segítette a munkánkat, mert tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Még ha egy kicsit a sikertelenség oldaláról is nézzük, de én úgy gondolom, hogy azért 12 csapatból 6-nak lenni nem rossz egy ilyen fiatal társasággal, tehát azért nagyon csüggednünk nem kell. Tehát aki megelőzött minket, az 4 profi csapat, és egy olyan csapat, ahol 27-28 éves átlag életkorra rendelkeznek, tehát azért úgy gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk. Viszont jövő évben kapcsolatban már most, ma beszéltem egy másik egyesületnek a vezetőjével, és már most el akar vinni 2 emberünket. Tehát ez lesz az első nekifutás, hogy ezeket a fiúkat, akik itt dolgoztak velünk egy éven keresztül, vagy éppen akik még itt maradtak, ugye a Fülöp Peti, Farkasori, Göncimi, Varga Zoli, Tóth Gabi, ezeket a szolnokiakat itt tudjuk tartani. Ez lesz az első nagyon nehéz dolog, mert ugye azért azt kell mondanom, hogy most is azért csak a szolnokiak azok, akik itt vannak mellettünk. De ahhoz viszont kell egy alap, amire azt kell mondanom, hogy igen, ezek a feltételeket tudjuk biztosítani, és igen, ezért maradjál itt, mert itt tudsz játszani, tudsz fejlődni, van lehetőséged arra, hogy tovább lépjél. Úgyhogy hát meg itt a gyerekeknek kell, én úgy gondolom, józanul gondolkodnia, meg kell nézni, hogy ők milyen szinten állnak magukkal kapcsolatban, tehát hol tartanak, és hova tud igazolni, és ott mit fog csinálni. Mert hiába megy el itt, aki most nálunk jól játszik egy Kaposvárba, valószínűleg ott fog ülni a padon, kérdés, hogy ez neki megéri-e. Ha neki az a kényelmes, hogy ott ül a padon, és keres valamennyi kis apró pénzt, viszont nem lesz mögötte tudás, nem lesz mögötte fejlődés, hát azt az ő döntése lesz majd. Hogy én csak most mondtam egy csapatot, és nem mondtam ugye nevet, de azért nem egyszerű játék nélkül következő évre felkészülni. Persze. Tehát én mindig azt mondom, ha fiatal a játékos, inkább adja föl az egóját, és inkább kicsit legyen alázatos, és most alapozza meg az ő tudását, mint hogy most elmegy, és akkor most én most fizetést is kapok azért, amit csinálok, meg amit szeretek. Viszont ott ülök a padon, mert csak edzek velük, mert nem férek be a pályára. Itt most ezt végig kell gondolniuk, mert viszont jönni is akarnak játékosok. Tehát azért ez az... Azért ez mindenképpen egy pozitív. Igen, ez volt, tehát azért azt tudni kell, hogy ide jönni is akarnak, azért akarnak, mert fiatalon végig tudják játszani a bajnokságot. Megvan adva nekik a lehetőség. Tehát azért ez úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog, mert azért mögöttünk meg van egy szakadék. Ott, ahol ugye leadj Isten, nincsenek meg a feltételek, vagy éppen annyira gyenge a csapat, hogy csak szenved ott a játékos, mert nem tud fejlődni.
Tehát itt azért vannak gondok, vannak dolgok, amit nagyon-nagyon nekik meg kell nézni, hogy döntenek. Én bízom abban, hogy meg tudjuk tartani ezt a társaságot, és tudunk fejlődni egy kicsit, és egy csomó mindent át fogunk beszélni, hogy miért, hogy miért, mi zajlott, és akkor elő lehet lépni. Nem kell hajtani a fejünket, mert azért mindig ott voltunk, és mindig jó helyen szerepeltünk, most sem rosszul, tehát most sem azért nem panaszkodunk, dolgozni kell. És nagyon sok munka lesz ahhoz, hogy egyáltalán tényleg a feltételeket meg tudjuk adni, meg legyenek a feltételek. Ugyan van a TAO, de hát azt tudni kell, ugye mi is most már TAO-ba vagyunk, hogy tudni kell, hogy azért ez eléggé szépen le van fedve itt Szolnokon, ugye nem panaszt is, hála Istennek, nagyon jó sok csapat sportág van, viszont ebből a szempontból nekünk sokkal nehezebb dolgunk van, mint egy Kanizsbarcikának, egy Kaposvárnak, ahol nincsen foci, nincsen olyan szintű kosárlabda, ilyen vízilabda, tehát itt azért a csapat sporták azért nagyon keményen ott vannak Szolnokon, ami jó dolog és dicsőséges dolog, viszont a kisebb csapatoknak, mint mi, vagy mi, nekünk nagyon nehéz a dolgunk ebből szempontból. 2 percünk maradt, és a végére egy átfogó kérdéssel készültem. Hogy ítéled meg az idei bajnokságot? Milyennek láttad az idei szezont? A Kazincbarcika végső sikerével fejeződött ez be. Hát az látható volt, hogy az év elején, ahogy igazolt a Kazincbarcika, az egy elég nyerő csapat lesz. Tehát ott azért nagyon rutinos, jó játékosokat igazolt, főleg így, hogy ide tudták hozni ezt a venezuelai feladót. Ez egy óriási lépés volt számukra, ugye itt bajnokság elején, már elindult a bajnokság, de ugye addig Toronyai volt, és ide tudták hozni ezt a fiút. Ővele teljesen megváltozott a csapatkép, tehát nem hiába lettek bajnokok. Igazából ilyen Kecskemétet számítottam a másodiknak, és a Kaposvár az, aki a harmadik, és a pénzügyi a negyedik. Viszont a Kaposvárnak ez a nagyon nagy küzdeni akarása, ez félelmetes, és ezt hiányoltam az én csapatomból, hogy nem ebben a nagy szinten, hanem egy kicsit ugye kisebben mi ezt végre tudjuk hajtani. Én összességében azt mondom, hogy jó mérkőzéseket játszottunk, voltak gyengébb periódusaink, főleg sajnos itt a vége, de összességében úgy gondolom, hogy sokat fejlődött a csapatunk, a röplabda is nagyon sokat fejlődött, főleg ezáltal, hogy jönnek be a külföldi játékosok, viszont nagyon fontos ezt tudni kell, hogy nem szabad túlzásba vinni, mert ezeknek a fiatal magyaroknak igenis meg kell adni az esélyt, hogy eljussanak oda, és ne a padon üldögéljenek végig a bajnokságba. Mert akkor viszont tönkretesszük, mert úgy gondolom, hogy nagyon tönkre lehet tenni egy sportágat, hogyha már elkülföldi esedik. És igazából, ami nekem is tavaly is nagyon fontos volt, hogy a 12 játékosból, aki tavaly ugye Magyar Kupát nyertünk, abból 9 szolnoki, vagy legalábbis Szolnok közeli kunhegyesi. Tehát itt megyebeli legyen, és ez a legfontosabb, hogy annak szívesebben kijön a néző szurkolni, szívesebben ott van, még hogy nem is olyan sikeres, de az az övének érzi. És én ezt szeretném mindenképpen megtartani, mert számomra fontos, hogy a megyei szolnoki játékosok azok itt maradjanak, itt legyenek, és ezekkel a fiúkkal érjünk el sikert, mert ez a legfontosabb, ott a anyuka is látja, az apuka is, a rokonok is ott vannak, és nálunk számunkra ez a fontos, egyik legfontosabb dolog. Hát így legyen, én sok sikert kívánok a következő szezonhoz, mert hamarosan nyilván elkezdődik a munka, és minden ellenére, amit mondtál, akár negatívumot is, én gratulok a 6. hely megszerzéséhez. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőknek pedig a figyelmet, köszönöm, ezzel a műsorral holnap is találkozhatnak ugyanebben az időben. Viszontlátásra!